Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Mai szentmisét felajánlom elhunyt Csiki Istvánért és családjáért, illetve a Koppányvölgyi Idősek Otthona dolgozóért és lakóiért. Következő kérés Lengyelországból érkezett. Elhunyt Vojnó Dánielért és Vojnó Vandáért is imádkozunk, illetve elhunyt Blaszkowski Zbigniewért és Irénért. A szentmise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozdással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Urunk Istenünk, tekintsd jóságosan néped buzgóságát,
Add, hogy testi önmegtagadásaink és jó cselekedeteink gyümölcseként lélekben újjászülessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jónás próféta könyvéből. Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked. Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, 3 napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba 1 napi járásnyira, és hirdetni kezdte. Még 40 nap, és Ninive elpusztul. Ninive lakói hittek Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt, bűnbánati zsákruhát öltöttek. Amikor a szózat eljutott Ninive királyához, ő is leszállt trónjáról, levetette palástját, és zsákruhába öltözve hamuba ült. Aztán a király és a főemberek parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében. Ember és állat, ökör és jó, semmit se egyék, ne legeljen és vizet se igyék. Öltsön zsákruhát ember és állat, és harsány hangon könyörögjön az Istenhez. Mindenki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbe vitt. Ki tudja, hát ha irgalmas lesz, és újra megbocsát az Isten, lecsillapul izzó haragja, és nem kell elvesznünk. Isten látta a bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. Ezért nem is bocsátotta rájuk azt a pusztulást, amelyet büntetésekre tervezett. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyszer Jézus köré seregett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a ninivejeknek, úgy lesz az emberfia is jel annak ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végső végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Máté evangéliumánál találjuk a párhuzamot Lukács könyvében, könyvéből elhangzott részlettel kapcsolatban, illetve Márk maga is megemlíti Jónát, illetve pontosabban Márknál is találunk valamennyi párhuzamot, hiszen a jelkérést ő maga is említi, viszont nem tekintjük teljes mérvű párhuzamnak Márk evangélista könyvében található részt, mert ő Jónás prófétát kihagyja az említésből. Tehát Máténál van párhuzama inkább Lukács történetének. Rövid bevezetőből megtudjuk, hogy tömeg kezd összegyűlni Jézus körül, ráadásul csodaváró tömeg. Bár más fordításban nem említi a fordító azt, hogy csodaváró tömeg, hanem csak a nép összegyűlt Jézus körül. Gonosznak nevezi ezt a nemzedéket Jézus, mert hitelesítő jelet kívánnak tőle. Korábbi bekezdésben, amikor is Belzebul vád, ez a címe annak a bekezdésnek, tehát váddal illetik meg Jézust, ott olvassuk, hogy mások próbára akarták tenni, ezért égi jelet kívántak Jézustól. Jézus a mai szakaszban feltehetően erre a követelésre is reagált. Kozmikus jel követelésével bizonyítékot vártak arra, hogy működése isteni eredetű. Már a gonosz nemzedék megnevezés is mutatja Jézus elutasítását, hogy elutasító hozzáállását. A jel kérése a hitetlenség kifejezése, hiszen Jézus feltétlen hitet vár követőitől. Jel helyett megtérésre felszólító ige hirdetés meghallgatásának és elfogadásának szükségességére hívja fel az emberek figyelmét. Itt hivatkozik a niniveiekre és Dél királynőjére, aki elment, hogy Salamon bölcsességét meghallgassa. A niniveiekről hallottunk az első olvasmányban, amikor is Jónás proféta könyvéből felolvastuk ezt a történetet, hogy az első szóra megtértek. És itt Jézus hivatkozik rájuk, hogy ők maguk is majd feltámadnak, és el fogják ítélni ezt a nemzedéket a hitetlenségük miatt. A ninivei férfiak feltámadnak majd az ítéletkor e nemzedékkel együtt, és elítélik, mondja maga Jézus. Mai evangéliumi szakasz bennünket is arra szólít fel, hogy térjünk meg. Hiszen ugye van az a megtérés, amikor is gondolkodásunkban radikális változások állnak be. De ugyanakkor minden nap meg kell térnünk, vissza kell térnünk Jézus Krisztushoz. Ugye ezt megtesszük a bűnbánati
cselekedeteinkkel, hogy megbánjuk minden nap a bűneinket, átgondoljuk minden nap, hogy vajon mivel tértünk le az útról. És a bűnbánattal tulajdonképpen visszatérünk, és erre hívja föl a figyelmet a mai evangéliumi szakasz. Amen. Testvéreim, kérjük a mindenható atyát, hogy a nagybőjt szent idején önmegtagadó életet éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és így készüljünk elő a húsvéti örömre. Hogy népedet, Urunk, igaz bűnbánat által a keresztség kegyelmének megújulására vezest. Hogy egyházat pásztorai szívesen vállaljanak minden áldozatot a maguk és nyájuk megszentelésére. Hogy az államfők az igaz barátság szellemében intézzék a nemzetek sorsát. Hogy a népek egymásnak testvéri segítséget nyújtsanak az éhség és a nyomor megszüntetésére. Hogy Krisztus keresztjéből erőt merítsenek a szenvedők és a betegek. Mindenható örök Isten, mennyei atyánk, ne nézd bűneinket, hanem tekints szent fiad engesztelő áldozatára, és könyörülj megtérő népeden Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, felajánljuk ajándékaidat, amelyeket azért kaptunk tőled, hogy nevednek szenteljük. Változtasd kenyerünket és borunkat szentségeddé, hogy orvosságunk legyen az örök életre, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Te úgy akartad, hogy önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük. Ezért az angyalok megszámlálhatatlan seregével együtt magasztalunk téged, és hálás szívvel zengjük. Istenünk, Te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szenté legyen, miként Te magad is szent vagy. Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, és áraszt ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek, szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk.
Ám bár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk hozzád, te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, ami kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét öntve önmagában kiengesztel mindent, ugyanígy kezébe vette a szőlőtőborával telt kelyhet, ismét hálát mondva, barátainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Éme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát Urunkról Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, felajánljuk neked hűséges és igaz Istenünk az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve, a Szentlélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére, addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk. Hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával és apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig, mint új teremtmény, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusod hálaadásával együtt, alázatos megvallással mondjuk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. A mi Úrunk Jézus Krisztus testünk és vérünk is. Köszöntöm az Jézus Krisztus szentesnek és jöjjetvétel. Jó, szépen, és köszönöm, hogy a
éme az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Örvendjenek mind, akik benned bíznak, Urunk, újongjanak, mert velük maradsz mindörökre. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te szüntelenül táplálsz minket szentségeiddel. Engedd, hogy az eledel, amelyet e szentségben nyújtasz, adja meg nekünk az örök életet, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.